A hagyományokhoz híven augusztus 20-án rendezik meg a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelepnek a záró kiállítását. Külön mégis együtt címet viseli ez a mai kiállítás megnyitó. Miről szól, milyen témát dolgoz fel ez a kiállítás? Idén rendhagyó éve van a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelepnek, mint ahogy mindannyiunk életének. Emiatt a pandémia helyzet miatt sajnos nem gyülekezhetünk a hagyományos vett értelemben a takástanyán, mint ahogy 39 éve teszik ezt a képzőművészek Mezőtúr határában. Sajnos nem kaptunk rá engedélyt, hogy a takástanya fogadhassa a vendégeit. Így végül is Györfi Sándor, mint művészeti vezető, mint Kossuth Díjas szobrászművész úgy döntött, hogy ennek ellenére az augusztus 20-ai kiállítást megrendezzük, és az erről szóló katalógus is meg fog jelenni, hiszen jövőre 40 évet jubilál a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep, tehát itt az előtte való évet, akármilyen rendkívüliek a körülmények, akkor sem hagyhatjuk ki. Így végül az a megoldás született, hogy külön lesznek a képzőművészek, de mégis együtt, és én ennek személy szerint ennek örülök a legjobban, hogy mint közösség igazán együtt tudtak működni velünk, habár nem a szokásos egy hónapot nem tölthették együtt a takástanyán, de a munkáik itt vannak, és első szóra jelentkezett mindenki, és tulajdonképpen úgy zajlott le, hogy a festészeti anyagot összegyűjtöttük, a festők mindenki a maga saját otthoni műtermében dolgozott, a szobrászok pedig Györfi Sándor karcagi műhelyébe juttatták el a szobraikat Viaszban, és ott történt meg a kiégetés, illetve maga a bronzöntés. Ez Sándor ugyanis elvállalta, hogy a szobrászati anyagot ő kivitelezi, és utána segít mindenkinek a végső formába öntésben. Tehát most a karcagi műhely volt a főszereplő a szobrászat terén, de tulajdonképpen így állt össze ez az igazán gyönyörű anyag, ami itt van körülöttünk, mert ahhoz képest, hogy rendkívüliek a körülmények, ugyanúgy nagyon sok anyag van, és ugyanúgy nagyon nívós anyag gyűlt össze. Volt-e meghatározott téma, tematika? Igazából nem, mert az sejthető volt, hogy a művészek most is reflektálni fognak a világ történéseire, és hogyha majd körbenéz a kamera is vele, az ő segítségével a nézők is, látni fogják, hogy vannak Bezárt érzelmek című festménysorozat, vagy ami nagyon egyértelmű, a Maszk kesztyű című sorozat, ami mind-mind itt a karantén alatt született, és igazán olyan munkák, amikkel feldolgozzák ők, vagy ők kifejezik, mint művészek ezt a fajta rendkívüli helyzetet, amit megéltünk. A polgármester úrnak mi a véleménye erről a kiállításról, illetve az augusztus 20-ai mezőtúri programokról? Örülök, hogy a mai napon itt lehetünk. Ugye, ahogy a felvezetőben is elhangzott, itt a vírusos időszak miatt nem volt egyszerű a közalapítványnak sem a munkája. Ugye információm van arról, hogy természetesen ők sem tudták megtartani az alkotótábort, mégis, ahogy a címben is benne van, külön mégis, de mégis együtt alkotott mindenki otthon, és készítette el azokat a gyönyörű munkákat, amit most itt mögöttem is láthatnak a kedves televíziónézők. Én azt gondolom, hogy ez már mutatja a közalapítványnak és a benne dolgozó művészeknek a közösségi erejét, hogy annak ellenére, hogy nem lehettek együtt egy helyszínen, mégis a közös gondolkodás, a közös munka az megvalósul csak mindenkinél, ugyebár otthon. Úgyhogy én ezúton is szeretném a gratulációmat kifejezni a Mezőtúri Művészeti Közalapítványnak. Hagyományos már, hogy minden évben ugye van egy ilyen zárókiállítás, és ott megláthatjuk, megtekinthetjük azokat a munkákat, amelyeket mindig az alkotótáborban készítettek. Ezeket most otthon készítették el a művészek. Én azt gondolom, hogy érdemes eljönni és megtekinteni ezeket a képeket, illetve szobrokat, munkákat. Augusztus 20-a alkalmából pedig ugye nagy ünnepséget nem szervezhettünk, de mindenképpen szerettünk volna államalapító Szent Istvánunkon természetesen megemlékezni, illetve pontosabban fogalmaznék, ünnepelni, hiszen a mai nap az ünneplés része. Arról van szó minden egyes augusztus 20-án, hogy hangsúlyoznunk kell, mert azt gondolom, hogy évről évre egyre fontosabb, hogy a társadalom alakul, hogy kihangsúlyozok Szent Istvánnak a szerepét, az államalapítás szerepét itt Magyarországon.
hogy mit alkottak már több mint 1000 évvel ezelőtt itt a Kárpát-medencében, és nekünk milyen felelősségünk van a tekintetben, hogy azt a múltat megéljük a jelenben, és a jelenben pedig azért dolgozzunk, hogy minél szebb jövője lehessen a magyaroknak. Mi itt Mezőtúron, városunkban is azért teszünk a mindennapokban, a mai napnak pedig arról kell szólni, hogy Szent Istvánról még egyszer emlékezzünk, ünnepeljük az államalapításunkat, és töltsünk egy szép napot együtt. Azt gondolom, hogy most az időjárás is kedves ehhez. Mi a véleménye ennek erről a kiállításról? Hogyan tetszett önnek a kiállítás? Egyes csodálatos a helyszín. Én azt gondolom, hogy méltó ennek a tárlatnak a bemutatására, és csodálatosak a művek, amit a művészek egymástól elkülönülve a pandémia alatt gyakorlatilag csak a saját kis mikrokozmuszokban élve alkottak. Az a fajta együttes, ami itt fölvonul, és Mezőtúr lakossága és az ország és a nagyvilág számára is bemutatkozik, én azt gondolom egy mérföldkő. A mérföldkő abban a tekintetben, hogy felértékelődött az a lehetőség, amit a mai nap nyújt számunkra, hogy Szent István királyunk, államalapító királyunk ünnepén együtt lehetünk és együtt csodálhatjuk meg azokat a műveket, amik korábban egymástól elszigetelve és a világjárvány hatásaitól tartva gyakorlatilag a jövőben való reménységbe vetett hittel készültek, és ez a hit formázta, hogy lesz majd kinek megmutatni, lesz majd, aki el tud merengeni fölöttük, lesz majd, aki értékelni tudja ezeket a műveket. Megnyitó beszédében ön hangsúlyozta a művészeknek a támogatását is. Így van, a művészetek támogatása az nem kaphat elég hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban minden fórumon felvetettük, és minden fórumon felvetette maga a művésztelep közössége is, hogy ennek a telepnek igenis van perspektívája. És a perspektívába beletartozik az is, hogy fejleszteni kell a körülményeket, fejleszteni kell azokat a lehetőségeket, ami az ott elkészülő művek elkészítését, az ott élő művészek bentlakását, valamint az odalátogatók kényelmét és a kiállítások lehetőségét biztosítják. Ez egy nagyon összetett feladat, egy olyan átgondolt stratégiát igényel, amiben a városnak, a megyével és az országgal együtt kell gondolkodnia. Én úgy látom, hogy a mezőtúri művésztelep fejlesztés érdekében mind a város, mind a megye, mind az ország egységes. Meg fogjuk találni azokat a lehetőségeket, amin keresztül eljuttatjuk a fejlesztési forrásokhoz szükséges útmutatókat, és a fejlesztési források azok arra valóak, hogy fenntarthatóvá, életképessé, önálló, önjáróvá tehessék a művésztelepet és a művészek számára, a fiatal művészek, a fiatal belépő művészek számára is lehessen egy olyan otthon, amely akár egy újabb 40 év elteltével újabb és újabb gondolatokat ébreszt majd bennük, és ők is felelősséget vállalnak a jövő generációik irányába, és ez a felelősség, amit mi most érzünk, és szeretnénk testet ölteni a művésztelep fejlesztésében, ezt a felelősséget szeretnénk továbbadni a jövő nemzedékei számára, és azt szeretnénk, hogyha ők is ugyanezzel a felelősséggel élnének a jövőben.